Üdvözöllek, itt Ujjai Szabó Zoárd. 2008 óta kutatom azokat a természetes megoldásokat, melyek segíthetnek abban, hogy jobb testi, lelki és szellemi állapotba kerüljünk. Ebben a mostani videóban a tesztoszteron hormonnal kapcsolatos problémák megoldásáról lesz szó. Szó lesz arról, hogy milyen szerepe van a tesztoszteronnak, hogy milyen ételekkel, vitaminokkal és életmódbeli változtatásokkal növelhetjük meg a tesztoszteron szintjét, de először nézzük meg, hogy miért csökken a tesztoszteron szintje a férfiak szervezetében. A tesztoszteron rendkívül fontos a férfi szervezetben, fontos szerepe van a spermatermelésben, az izmok erősségében, a csontsűrűségben, a zsírégetésben és a vörösvérsejtek működésénél is. A tesztoszteron szintje csökken az öregedés előrehaladtával, általában 45 év felett már természetes módon csökken a szintje a férfiak testében. A táplálkozásunkból fakadó leggyakoribb oka a csökkenésnek az a túlzott ösztrogén bevitel, a tömeggyártással előállított húsokban és tejtermékekben, illetve nagyon sok GMO-s ételben is rengeteg az ösztrogén. A máj elzsírosodása is tesztoszteron csökkenést okoz a testben, ezért fontos a májunkat tisztán tartani. Készítettem korábban mind az ösztrogén hormonról, mind a máj tisztításról egy-egy videót, keres rá a YouTube-on, ott szó van erről a két témáról részletesen. A tesztoszteron csökkenését okozza a cukor, a szénhidrátok, az alkohol, a hosszú távon csak alacsony zsírtartalmú ételek fogyasztása, a zsírok mellőzése, illetve egyes gyógyszerek is, mint például a statinok. Az alacsony tesztoszteron szintnek számos negatív következménye lehet az emberi szervezetre, ezek közül a leggyakoribbak a libidó csökkenése, az izom és kollagén veszteség, a vitalitás és testszőrzet mennyiségének csökkenése. Nézzük most meg az öt legfontosabb teendőt, amivel növelhető a tesztoszteron szintje. Az első lépés, ami talán meglepő lehet, de a tesztoszteron szintjét akár 400%-kal is meg tudja növelni, az a bőjt, az időszakos koplalás. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem eszünk semmit napokig, hanem például a napi három étkezést közelebb hozzuk egymáshoz, tehát például a vacsorát este 6 órára tesszük, a reggelit pedig kitoljuk 9-10 órára, de ami ennél is hatékonyabb, ha csak naponta kétszer étkezünk. Ha éhezünk, a májunk többet tud pihenni, és ennek következtében a hormonháztartás egyensúlyba kerülhet, kiváltképpen a tesztoszteron mennyisége. Reggel például elegendő lehet egy nagy pohár zöldséglé, vagy egy csésze zöld tea is. A férfiak számára a szénhidrát reggeli bevitele egyáltalán nem annyira fontos, ahogy azt ma sokan gondolják. Sokkal fontosabb a fehérjék, a vitaminok és a jó minőségű zsíroknak a bevitele. És ez is a második lépés a tesztoszteron hormon szintjének növeléséhez, a jó minőségű zsírok és zsírsavak arányának megemelése a táplálkozásunkban. Ilyenek a kókuszolaj, a zöld füveletetett tehén, kecske és jutejből készült tejtermékek, az omega-3 zsírsavak, amelyek például halakban, a csiamagban, a lenmagban, a dióban találhatók meg, a hidegen sajtolt olajok, mint például az olívaolaj, aztán ott van még az avokádó, a mandulavaj, a gívaj, az olajos magvak, a makadámia, dió és a csiamag is. Az omega-3 rendkívül fontos a hormonok számára, és mivel életmódunkból fakadóan általában nem tudunk minden nap halakat és magvakat fogyasztani nagy mennyiségben, hogy pótoljuk, fontos omega-3 tartalmú készítményeket is szedni, ezek közül is a legjobb a férfi szervezet számára főként a krillolaj, mivel tartalmaz asztaxantint is. Az asztaxantin például csökkenteni tudja a szabad gyökök számát a spermákban, ezzel növelve ugye mozgékonyságukat, ami a termékenység szempontjából rendkívül fontos. A harmadik, amivel növelhetjük a tesztoszteron szintjét, az az edzés, főként a súlyokkal való edzés, legyen az bármilyen fajta erőkifejtés, az izmok rendszeres megerőltetése, terhelése, a tesztoszteron hormon növekedését idézi elő. A folyamat lényege az, hogy az izmok fokozott erőkifejtésének hatására a mellékvese egyre több tesztoszteront kezd termelni, végső soron azért, hogy a
glükóz ugye hatékonyabban kerüljön felhasználásra, tehát hogy több energiához jussanak az izmok. A tesztoszteronnak fontos szerepe van az izomszövetek javításánál is. Tehát összefoglalva, amikor izmaink működésben vannak, több tesztoszteron termelődik azért, hogy az izmok jobban tudjanak teljesíteni. A tesztoszteron szintjének növeléséhez a negyedik lépés a D-vitamin bevitelének a megnövelése. A D-vitamin pótlásának legbiztosabb módja, ha minden nap tartózkodunk legalább 30 percet a szabadban. Lehet D-vitamin készítményeket is szedni, de ezek is csak akkor tudnak jól beépülni a testünkbe, ha valamennyi napsütés is ér minket közben, tehát a D-vitamint reggel ajánlott bevenni, és mindig szedjünk hozzá K-vitamint is. Itt említeném meg azt, hogy sajnos az európai egészségügyi hatóságok által jelenleg engedélyezett napi D-vitamin adag az étrendkiegészítőkben nagyon alacsony, 2000 nemzetközi egység. Én a D-vitaminból, amikor szedtem, ennél sokkal többet fogyasztottam. A kezdeti időszakban napi 20 000 egységet, nemzetközi egységet vittem be, majd pár hét után álltam át a napi 10 000 egységre. Az ötödik és egyben utolsó lépés, amivel növelhető a tesztoszteron szintje a férfi szervezetben, az néhány fontos gyógynövény és vitamin. Mivel számos oka lehet a tesztoszteron csökkenésének még, sőt, sokszor egyszerre több forrása is van a problémának, mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia, hogy melyek azok a gyógynövények, melyek javítani tudnak az állapotán. Most felsorolom azokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel segíteni tudnak. A tökmagolaj, a fűrészpálma kivonat, a zöld tea, a friss tiszta mélypempő, az asztaxantin, amit említettem már a második lépésnél, a krilolajnál, mint ennek a kivételes antioxidáns anyagnak egy nagyon jó forrását. Az afrikai szilvafa kivonat, a csalángyökér kivonat, a ligetszépeolaj, a makapor, a kverc, és a beta-szitoszterol. A felsorolt készítmények nagy részt étrendkiegészítő formában ideális bevenni őket. A kvercetinből sok van a bogyós gyümölcsökben, illetve az őrölt szőlőmagban. Szőlőmag készítményeket keres gyógynövény és bioboltokban. A beta-szitoszterol a magvakban és a gólyibogyóban van nagyobb mennyiségben jelent. A gólyibogyóból érdemes inkább a gyümölcslékivonatot fogyasztani, és nem a szárított bogyót erre a célra. Bízom benne, hogy hasznosnak találtad ezeket az információkat, és tudtam neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, küldd el nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a számodra fontos következő videókról, iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a tesztoszteron hormonról volt szó. Jó egészséget kívánok neked, és találkozunk a következő videóban.